Csillagpont hírek. A Csillagpont rádió hírműsora. Eltérő minőségű termékekkel látják el a nyugat-európai és a közép-kelet-európai régió boltjait az élelmiszergyártó multik. A félországban bőgnek majd a szirénák hétfőn. Általános tűzgyűjtési tilalmat rendeltek el az erdőkben. Köszöntöm Önöket, Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják. 2017. március 5-én vasárnap 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés a hazai hatósági vizsgálatok eredményei is alátámasztják, hogy a multinacionális élelmiszergyártók eltérő minőségű termékekkel látják el a nyugat-európai és a kelet-közép-európai régió boltjait. A Földművelésügyi Minisztérium szerint a problémát uniós szinten kell kezelni. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nemrég 24 féle osztrák és magyar azonos, vagy nagyon hasonló termék mintát hasonlított össze érzékszervi tulajdonságaik, összetételük és a jelölésük alapján. Az eredményekről dr. Nagy Attila igazgatóhelyettes nyilatkozott rádiónknak. Most dr. Nagy Attilát hallják. 24 féle termékből néztünk meg párokat vagy párosokat, az egyiket hazai kereskedelemből, a másikat pedig ausztriai kereskedelmi áruházból vásároltuk, ugyanazokat a termékeket, ugyanolyan jelöléssel, ugyanolyan márkanévvel, és ezeknek az analitikai, beltartalmi paramétereit vizsgáltuk meg laboratóriumban, illetve kollégáim szabványos, érzékszerű vizsgálaton hasonlították össze a termékeket. Az összehasonlító vizsgálatok eredménye az az, hogy általánosságban ugye nem lehet elmondani, hogy a termékek minden esetben rosszabb minőségűek, de sok esetben találtunk eltérést, valamelyik termékeknél jelentős összetételés, és érzékszervi, tehát fogyasztó számára élvezeti paraméterben történő eltérést. Ezeknek a túlnyomó többsége az, az osztrák termékek felé mutatott, tehát azok a termékek voltak jobbak. Amit mi tudunk, azon kívül, hogy amennyiben gyanú van, hogy jogszerű eltérésen túl már jogellenes eltérések is vannak, azt minden esetben kivizsgáljuk. A javaslatainkon túl csatlakozva akár a szlovák miniszterhez, akár a saját korábbi javaslatunkhoz, emellett a, nyilvánosság, illetve a ezt tudjuk megtenni. Hangos nap próbát tart március 6-án hétfőn 11 óra kora a veszélyes üzemek közelében az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, az OKF. Mukic Dániel helyettes szóvivő szerint a katasztrófa minden hónap első hétfőjén teszteli a veszélyes üzemek másfél kilométeres körzetébe telepített szirénák működését. Az évi 12 nap próba közül azonban csak kettő hangos, többi csupán technikai jellegű. Az úgynevezett MOLA rendszernek, vagyis a monitoring és lakossági riasztórendszernek összesen 576 végpontja van. A rendszer folyamatosan elemzi az ipari üzemek környékén a levegő összetételét. Ha valamelyik veszélyes üzemből veszélyes anyag kerül a levegőbe, a telepített mérőszondák azonnal továbbítják az információt a katasztrófa ügyeletére. Ebben az esetben a katasztrófa védelem szirénákkal és hangszórókon keresztül riasztja a környéken élőket, és tájékoztatja őket a magatartási szabályokról, magyarázta Mukics Dániel. Hétfőn 11 órakor az alábbi üzenet lesz hallható, figyelemez próba, figyelemez próba, most a katasztrófa riadójelzést hallják. Ezt két perces váltakozó hangmagasságú sziréna hang követi, majd a most a veszély elmúlt közlés. Ezt követően kétszer fél percig tartó félperces szünettel megszakított egyenletes szirénázás lehet hallani. Végül a próbának vége, a próbának vége, a jelzésekkel a lakosságnak teendője nincs. Ez a rendszer próbája a szöveg hallható a hangszórókból. A sziréna próba az alábbi településeken hallható Borsodabúj Zemplén megyében, Kazincbarcikán, Berentén, Sajó-Szentpéteren, Sajóbábonyban, Tiszaújvárosban, Oszláron és Tiszapalkonyán. 2017. március 3-án átmeneti időre a földművelésügyi miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőkben. Magyarország erdeiben számos helyen fokozott tűzveszély alakult ki az erősödő nappali felmelegedés, valamint a szeles és csapadékmentes időjárásnak köszönhetően ezért a földművelésügyi miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított 200 méteren belül területre 2017. március 3-ától átmeneti időszakra vonatkozóan általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Így hát tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken, a kijelölt tűzrakóhelyeken is, valamint a közút és a vasút menti fásításokban beleértve a parlag és gazégetést is. A Földművelésügyi Minisztérium arra kéri az erdőben kirándulókat, a mezőgazdasági területeken dolgozókat, valamint a közúton és a vasúton autózókat, hogy az erdőtűzek megelőzése érdekében járjanak el körültekintően, égő cigarettát ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Megkezdődött a pollen szezon, évről évre nő az allergiások száma, a magyar lakosság legalább harmadát érinti az allergia, és számuk évről évre kettő. 4 százalékkal növekszik, mondta Nékám Kristóf allergológus az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat még csütörtökön hívta fel a figyelmet, hogy megkezdődött a pollen szezon. Azt írták, hogy a következő napokban a mogyoró, az éger, valamint a ciprus és tiszafa félék pollen koncentrációja várhatóan a tüneteket okozó közepes tartományban alakul, sőt helyenként elsősorban a Dunántúlon és az Alföld déli részén a magas szintet is elérheti. Nékem Kristóf azt mondta, mivel hideg volt a tél, most több növény egyszerre virágzik. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a mostani pollenek csak egy hétig, tíz napig vannak a levegőben. A tavasz második felében viszont például a kőr is, amely erős allergénnek is számít, hosszú ideig van a levegőben, az allergia miatt nem szenvedő, egyre kisebb arányban létező szerencséseknek is fontos tudniuk, hogy ezzel az egyént és a társadalmat, az ellátókat, finanszírozókat egyre nagyobb mértékben sújtó népegészségügyi problémával nem kizárólag az úgynevezett allergia szezonban lehet találkozni. Nincsen tavasz Miskolcon ásványfesztivál nélkül, ez azt jelenti, hogy az idén is különleges ásványbemutatók, ismeretterjesztő programok, földtudományi játszóház, kiállítások, előadások és ásványkülönlegességek vezetik majd át az érdeklődőket az év derűsebb évszakába. Mindenkit vár a 35. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál az Egyetemvárosban március 11-én és 12-én szombaton és vasárnap. Az Ásványfesztivál nagy élményt jelent mindenkinek, különösen a fiataloknak, akik érdeklődnek a természet, az ásványok, az égkövek és kövületek sokunk számára elrejtett értékei iránt. A tavasz már jól ismert, egyik nagy eseménye a Miskolci Egyetemvárosban ez, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának oktatói és hallgatói valamint a Herman Múzeum szakemberei összefogva amatőr ásványgyűjtőkkel, immáron tehát 35. alkalommal szervezik meg a rendezvényt. Széles nemzetközi részvétel és érdeklődés mellett teszik ezt annak érdekében, hogy minden látogató számára feltáruljon az ásványok, drágakövek és kőzetek természetalkotta csodálatos világa. Az ásványfesztivál egyszerre jelenti így nem csupán esztétikai mint hanem új ismeretek megszerzésének lehetőségét is. Köszönöm a figyelmet, önök a Csillag.rádió híreit hallották. Csillag.hírek. A Csillag.rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.